Lássuk az okokat, hogy miért szoktam fehér nemű képeket kérni az ügyfeleimről, fehér nemű pudárfotózás előtt. Az első és legfontosabb, hogy ilyenkor látom azt, hogy milyen alakja van a hölgynek. Tehát tudni fogom azt, hogy fotózáskor mire kell figyelni, hogy miket kell kihangsúlyozni. Egyáltalán tudjuk beszélni azt, hogy melyik testrésze az a modellemnek, amit ő szeretne jobban eltakarni, vagy amit szeretné inkább jobban megmutatni. Ez nagyon fontos, mivel sokan nem úgy öltözködnek, nem gondolnak erre, amikor választanak ruhát a fotózásra, és sajnos sokszor elő szokott az fordulni, hogy pont azokat a testrészeket hangsúlyozzuk ki, amiket igazából el szerettek volna takarni. Azért is nagyon hasznos, mert így látom a színvilágot is egyrészt, másrészt látom a stílust. Na most, hogyha valaki olyan ruhát választ, ami nyakig fel van öltözve egy pudár fotózáson, annál tudom, hogy nem valószínűleg nem olyan képek kellenek majd neki, amin a popója fönnáll a szegekben, tehát nagyon kis szofisztikált és finom sorozat kell neki. Viszont, ha valaki olyan ruhákat választ, amin gyakorlatilag minden látszik, nagyon kivágott, nagyon szexi, nagyon mutatós, annál nyilván tudom, hogy sokkal vadabb sorozatok is lehetnek, vagy akár megkérdezem, hogy figyelj már, van bilincsen meg ilyen hasonló ostor, lovaglópálca, stb., hogy esetleg ilyet vigyek, hogy ez neked tetszik, mert nagyon illene például a ruhádhoz. Ha látom a szettjeidet, akkor fogok tudni agyalni előre, hogy abban a stúdióban melyik szett hol fog jól mutatni. Hát jobban, alaposabban fel tudok készülni én is fotósként, és nem fog elmenni azzal idő, hogy én most gondolkodok, hogy na most akkor ezt a ruhát hol is fotózzuk meg, és milyen pózban, hanem már az van, hogy előre láttam, tudtam rajta gondolkodni, és tudom azt, hogy az a krémszínű ruha abban a sarokban fog jól mutatni, és ezen a kanapén, tehát amíg te öltözöl, én át tudom rendezni egy kicsit a stúdiót. Természetesen ez nem egy kötelező dolog, én mindenkinek csak erőteljesen ajánlom, hogy vegye fel, és készítsen róla képeket. Nem kell, hogy az arcod látszódjon, tök jó a tükörbe is, a rossz minőségű is, viszont ha látom, akkor sokkal jobb sorozatok tudnak lenni, hiszen jobban fel tudok készülni, és tudok neked is segíteni. Sokan vannak, akik csak összeszedik a ruhákat és leterítik az ágyra. Nyilván az is tud valamilyen támpontot adni, de mondjuk, hogyha nem jó a mérete a ruhának, én ezt nem fogom tudni látatlanból, hogy neked ez jól áll, vagy nem áll jól. És akkor már nem tudunk utólag módosítani. Se a ruhát kicserélni, se azt nem tudjuk megcsinálni, hogy akkor utolsó pillanatban valami blézet vagy inget kitalálunk hozzá, mert a stúdióban nem lesz, arra pedig nincs idő, hogy hazaruhanjon valaki. Illetve vannak olyanok, akik leírják másfél oldalas kis fogalmazásban, hogy ők milyen ruhákat terveztek, de az, hogy nekem azt mondja valaki, hogy egy piros csipkés melltartót és majdnem ugyanolyan színű bugyit fog felvenni, ami nem páros egymással, stb. Abból én sokat nem tudok építkezni sajnos. Tehát akkor jártok a legjobban, hogyha felveszitek és elkülditek nekem.